Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Én Mesterné Nagy vagyok, a Rózsakert tagovoda vezetője. Szeretném egy pár gondolatba bemutatni az óvodánkat. Az Egyesített Óvodának van egy egységes pedagógiai programja, de ezen belül minden óvodának van egy sajátos arculata, egy módszertani ajánlása, így a mi óvodánknak is van ilyen. Ez a Porkolábné dr. Balogh Katalin Kudarc nélkül az iskolában óvodai adaptációja, mi ezt használjuk. Ennek annyi a lényege, hogy a mozgáson keresztüli fejlesztés a lényege, ami annyit jelent, hogy a nap minden szakában a gyerekeket mozgáson keresztül fejlesztjük, minden tevékenység mozgásban ágyazottan történik. Ehhez nagyon sokféle mozgásfejlesztő eszközeink vannak, amit a tornateremben, a csoportszobában és az udvaron is tudnak használni a gyerekek. És az óvodapedagógusaink sok saját készítésű eszközzel és játékkal örvendeztetik meg a gyerekeinket. A mozgás tevékenységek a nap minden szakában megfigyelhető az óvodások életében. Ez teljesen korosztálytól függetlenül mindennapos mozgás a csoportszobákban, a tornateremben és az udvaron is zajlik, és a nagycsoportosaink úszni is járnak. Most az óvodánk és a környékét szeretném egy kicsit bemutatni. Az óvodánk a Rózsakerti lakótelep és a Baross Gábor telep ölelésében található. 1980-ban épült panelépületről van szó, amiben 6 csoportszoba van, elég nagy csoportszobáink vannak, ahol elég jól elférnek a gyerekeink. A csoportszobáinkban nagy galéria található, amit nagyon szeretnek a gyerekek. Van egy külön mozgássarkunk, úgy hívják, hogy Tini Kondi. Ott egész nap a játékidőben használhatják ezt a Tini Kondit, hogyha tornázni szeretnének a gyerekek. Ezzel a vastag szivacs van, hogy biztonságos legyen a tornázásuk. Minden csoporthoz tartozik saját mosdó, az öltözők pedig kint a folyosón találhatóak. A csoportszobák berendezése gyermekbarát, szép színes új bútoraink vannak. A személyi feltételekről szeretnék mondani pár gondolatot. Óvodánkban 10 óvodapedagógus dolgozik jelen pillanatban. Ebből 4 főnek van fejlesztő pedagógusi végzettsége, 2 pedagógus kolléganő szakvizsgázott, 1 gyógytornász végzettségű és 6 szakképzett dadus néni dolgozik nálunk. Kint konyhás nénink van, egy kertész bácsi, és egy titkár és egy takarító néni dolgozik nálunk. Van pszichológus, aki hozzánk jár, gyógypedagógus, mozgásterapeuta és logopédus is jár az óvodánkban. Az óvodánknak az udvara elég tágas, szép, nagy fás, ligetes, úgyhogy a nyári időszakban is sokat tudunk a gyerekekkel az udvaron tölteni. Az udvarhoz tartozik minden csoport felől egy fedett terasz, amit az óvónénik változatos módon tudnak alkalmazni. Ott szoktak játszani a gyerekek, rajzolni, építeni, autózni. Minden óvónéni változatos módon használja ezt a területet. Az udvaronkon sok játék található, telepített játékok. Ezek alatt természetesen gumifelület van, gumitégla vagy öntött gumi a gyerekek védelme érdekében, és az udvaron is sok-sok mozgásos lehetőséget biztosítunk a telepített játékokon kívül. Sok rollerünk, biciklink, futóbiciklink, kismotorunk és bobokárunk van, amit bármikor használhatnak a gyerekek. Az udvaron még található színes kis faházaink is vannak, és műanyagházaink is, ami a szerepjátékra ad lehetőséget az udvaron a gyerekeknek. Óvodánkban az alapító okirat szerint összesen 158 kisgyerek járhat, amit minden évben telt létszámmal be is töltenek. A csoportjaink összetétele szempontjából van homogén csoportunk és vegyes csoportunk is. A következő nevelési évben homogén csoportba is és vegyes csoportba is várjuk a gyerekeket. Az intézményünk alapító okirata szerint beszédfogyatékos, pszichikus fejlődési zavar, mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékosok közül a hallásérült gyerekeket tudjuk fogadni óvodánkban. Az óvodán belül a gyerekeknek elég színes és sokféle programot szoktunk szervezni. Zenés előadásokat, bábműsorokat, állatsimogatót, és el is visszük őket külső színtérre kirándulni. Külön óráink is vannak az óvodában, van kétféle hittanunk, és van külön költséggel járó
külön óra is délutánonként, ilyen a játék és tánc, a kosárovi, foci, labdás koordináció, gyógytorna, judo és alapozó fejlesztő torna is van az óvodánkban. Ünnepeinket, hagyományainkat, a klasszikus óvodai ünnepek, mint a Mikulás, a karácsony, az anyák napja, a március 15-e és a húsvét mellett fontosak számunkra a jeles napok, a zöld jeles napok, ilyenek a vízvilág napja, állatok világnapja, madarak fák napja, madárelesék készítő délután. Ezeket szoktuk mindig megtartani. Vannak szülőkkel közösen tartott programjaink, és csak a csoportokon belül. Minden év végén évzáró ünnepséggel, nagycsoportosok búcsúztatásával és gyermekhéttel zárjuk a nevelési évünket. Köszönöm szépen a figyelmüket! Ha a mi óvodánkat választják, akkor remélem nem sokára találkozni fogunk. Viszontlátásra!